A hármas kerületek, a Jársága Nagykunság és a Kiskunság települései 2005-ben indították el a hármas kerületi kézi arató versenyt, amely a koronavírus járvány miatt 2 évig kimaradt, tavaly pedig Szank adott otthont a versenynek. Másfél évtized után újra Kunmadaras rendezhette meg a nemes versenyt. A repülőtéren tartott megmérettetés kezdetén Fazekas László református lelkész áhítatott, Balog Marianna polgármester pedig köszöntőt mondott. Ebben az évben 17. alkalommal kerül megrendezésre a kézi aratóverseny, amelynek településünk ad otthont, itt a volt szovjet katonai repülőtéren. Az 50-es évekig az aratás a parasztember egyik legfontosabb és legnehezebb nyári munkája volt. Általa biztosította családja számára a kenyeret. A paraszti gazdálkodás átalakulásával, majd megszűnésével a kézi aratás a múlt élet, és végzése napjainkra már csak hagyományőrző bemutatóvá vált. A hagyományőrző csoportok rendszeresen felidézik és bemutatják a kézzel történő aratás munkafolyamatait, így tisztelegve őseink előtt, de nagyon fontos az is, hogy a fiatal generáció is megismerje a régi szokásokat. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Huba Imre vármegyei közgyűlési elnök is felszólalt. Utóbbi reményét fejezte ki, hogy a tavalyi történelmi aszályt követően az idei évben a gabona termés mennyiségben és minőségében egyaránt jobb lesz. Én kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a csodálatos hagyományt, mert most már igazából a kaszálás csak hagyomány és hagyományőrzés. Mert talán az udvaron, a ház körül még van, aki előveszi a kaszát, de már egyre kevesebben. Már az én fiam is fűnyíróval nyírják a füvet, és hogyha mondanám nekik, hogy meg kell fenni a kaszát, az talán még menne is. De hogy megkalapálni, na az igazi kaszás. Aki jól meg tudja kalapálni a kaszát, és meg is tudja fenni. Én kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a hagyományt őrizzük meg, hiszen ez a miénk, ezek a mi gyökereink évszázadokon keresztül az őseink ezt a munkát folytatták, és nem csak egy jó találkozó, hanem azoknak az ősök előtt is tisztelet, akik előttünk járták, akik előttünk művelték ezt a földet, akiknek köszönhetünk mindent. Bár az idei év az bővelkedett fordulatokban, és szerencsére az elmúlt esztendőhöz képest a termés is jobbnak ígérkezik. Tehát vastagabb rendeket várunk majd az aratóversenyen, és ami kakastalédmentes, alacsony tarló, vélhetőleg a tiszta marokszedés után a kévéket egybekötve láttatja majd a csapatok ügyességét, az azt hiszem, hogy szemedgyönyörködtető lesz, és mindenki számára felemelő, hogy ezek a hagyományok éltettek bennünket ezer esztendőn keresztül itt a Kárpát-medencében. És valóban, hogy megtiszteltő, miután a Kölesről áttértünk a búzára, lett volna az alakor, vagy tönke, vagy tönköly, vagy észtívum búza, a lényeg az volt, hogy az életet hordozta. Annak köszönhettük, hogy a társadalmunk megerősödött, hogy a gazdaságunk megerősödött. Ennek köszönhettük, hogy 100 évvel ezelőtt a Kunságról származó bánkuti búzából készült lisztet a Chicago járótőzsdén jegyezték. Ennek köszönhetjük, hogy a hagyományainkat akár még a 200 évvel ezelőtt született Kölcse is beleénekelte nemzeti imádságunkba. És hogyha jól körülnézek, akkor annak a esztendőnek, ami előtt állunk, talán egy jobb gazdasági évnek kell következnie, hiszen a tavaly évben minden tragédia és minden sötét látkép megjelent előttünk, hiszen óriási történelmi méretű aszály volt az elmúlt 150 esztendőben nem látott mértékű történelmi aszály, ami megviselte a gazdákat és megviselte a mezőgazdaságot. A tavaly évben csupán a legalacsonyabb mértékű részt tudta vállalni a mezőgazdaság a nemzetgazdasági összteljesítményből. Bízunk benne, hogy ebben az évben viszont húzó ágazat lehet. A református óvodások műsora után a jelenlévő Jász, Kiskun és Nagykun kapitányok előtt a csapatok kihúzták a táblák sorszámát, majd lovas felvezetéssel, ökrös szekér kíséretével gyalogosan nótázva indultak el a hagyományőrző csapatok, köztük a Vajdaságból, Horgosról érkezett arató csapat is.
Az indulóknak egy-egy 10x10 méteres búzatáblát kellett betakarítaniuk, amit a kapitányokból álló zsűri értékelt, a néprajzosokból álló zsűri pedig a reggeli terítékeket kóstolta végig. Itt a helyi sajátosságokkal várták a zsűrit és az érdeklődőket a csapatok.